Meg ott be is tepett ugye a fal az miatt ott. Hát itt folyamatosan idáig ért a víz, nem tudtunk kijönni konkrétan. A legutóbbi kaposszegcsőt sújtó villámárvíz számos ingatlanban tett kárt. Szinte minden épületet érintett az esőzés, kisebb-nagyobb beázásokkal, két ház lakhatatlanná vált, de a többi ház tulajdonos is segítségre szorul. A Petőfi utcában álló ingatlanokat érte a legnagyobb kár, tájékoztatott a polgármester asszony. Itt körülbelül 10 házat érint, és 6 család az, akit komolyabban is. Ezek közül 2 van úgy, hogy szinte lakhatatlan lett, az egyikben mégis bennmaradt a család, mert nem szeretett volna kiköltözni a felajánlott bérlakásba. Ők most jelenleg egy szobakonyhába húzzák meg magukat, a többi helyiséghez szükségük lenne köműves és egyéb szakember segítségére, statikusra, egyebekre. Egy másik család van, ahol már akkor szintén visszaköltöztek, illetve egy van, aki a bérlakásunkba lakik jelenleg. Őnekik olyan jellegű a házuk, hogy amíg ki nem szárad a hajópalló alatti rész, addig nem nagyon tudnak mit csinálni. Számos tárgyi felajánlás érkezett már az önkormányzathoz, amelyeket szét is osztottak a bajba jutottak között. A helyi családsegítő munkatársa járt a családoknál, felmérte, kinek mire lenne szüksége, mi az, ami használhatatlanná vált a villámárvíz miatt. A legtöbb épület statikai vizsgálatra vár, melyhez szakember segítségét kérik, és a későbbi helyreállítási munkákhoz is jól jönne hozzáértők felajánlása. Kérnek mindenkit, aki még esetleg tud segíteni, vagy esetleg módjába áll, hogy akár anyagilag is segítse ezeket a családokat, akkor van a falunknak egy alapítványa, a Falunkért Kaposszegcsőért Alapítvány. Ott, hogyha esetleg érkezik felajánlás arra jeligére, hogy illetve hát a közleményre, hogy felajánlás árvízkárosultak részére, abban az esetben akkor azt a beérkezett összeget azt szét tudjuk osztani a károsult családok részére. A kaposszegcsőiek örömmel fogadnak bármilyen segítséget, legyen az anyagi vagy természetbeni.